estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Ma este is érdemes lesz velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Második helyezést ért el az évfagylaltja versenyen a Damnicki cukrászda remek műve. A szakemberek idén is különlegeset alkottak a gyümölcs fagyi kategóriájában. A Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete szervezi minden évben az év fagylaltja versenyt. A megmérettetésen 40 cukrász, 72 fagylaltját 4 kategóriában pontozta a szakmai és közönség zsűri. A Damnicki cukrászda marakuja mandularopogossal elnevezésű fagylaltja második helyezést ért el a megmérettetésen. A marakuja egy trópusi gyümölcs, aminek a különlegesség, hogy egy savas, de mindemellett egy nagyon zamatos gyümölcs. A koncepció annyi volt, hogy egy kicsit el kellene rugaszkodni a klasszikus ízektől, mint az eper, a málna, ugye mi málnát nagyon sokszor készítettünk, illetve a csokoládétól, és egy harsány, karakteres ízvilágú fagylatot akartunk létrehozni, ami színben is, meg ízben is egy különlegesség. Hogyha mondjuk nyilván a marakuja az egyik összetevője, még mi kerül bele a fagylatba? Mivel hogy a úgynevezett királykategória, csúcskategóriában indultunk itt, és semmiféle szintetikus, illetve félkész anyagot nem lehet használni, ezért klasszikus alapanyagokhoz kellett visszanyúlni, tojás, tejszín, és mellette a stabilizáló szernek, tehát ott is hagyományos anyagokról beszélünk, Szent János kenyérmagliszt és pektin van benne. Ugye a marakujához itt érdekességek is társulnak, mint például ez a ropogós mandula. Hogyan találjátok ki, vagy találod ki, hogy milyen gyümölcshez mi az, ami illene? Hogyan gondoltál erre a mandulára? Hát ez az embernek jön. Tehát ha 25 éve ezzel foglalkozik, ezek az ötletek maguktól jönnek. Próbálgattunk igazán 3-4 dolgot is hozzá. Kísérőnek van mellette egy eper szósz, egy eperöntet. Az eredeti kiindulás szerint málna lett volna, de egyszerűen az eper jobban passzolt hozzá. A marakujának van egy savassága, és a savasságot lehet egy kicsit csökkenteni magával a mandula kekszel, vagy mandula morzsával. Ebből csináltunk egy természetes alapú kekszet, amit szintén saját magunk készítünk, és nem egy bolti termék. Kettő kategóriában indultunk, a kollégám készített még egy fagylaltot, egy alma szorbét, ami ízesítve volt egy dióropogós réteggel, illetve egy karamellöntettel, illetve a mentes kategóriában készítettünk még egy málna-szeder kombinációt, ami alapvetően egy szorbé, tehát tejmentes, cukormentes, lisztmentes, tehát a mentes kategóriának megfelelő fagylalt volt. Körülbelül 20-valahány fagylalt indult csak abban a kategóriában, most az első hármat úgy szokták ugye megemlíteni, tehát hogyha valaki már negyedik vagy ötödik helyzetet, azt már nem lehet tudni ilyenkor, ott nem kerültünk bele a háromba. Ugyanis ott nem csak a cukrászdák, hanem alapanyaggyártók is indultak, tehát az egy nyílt kategória, ahol a félkész ipari termékekkel is együtt kell versenyezni. Na most ahol aromát és festéket lehet használni, ott a természetes anyagokkal nagyon nehéz labdába rúgni. Én egy nyári fűszeres almáspitét készítettem. Ez egy 55%-os gyümölcs tartalmú édered almafagyi volt. Sajnos helyezés nem ért el, de számomra egy nagyon kedves fagylalt. Maga a fagylalt ki lett egészítve egy házi készítésű karamellöntettel, valamint egy saját kézzel készült sült fűszeres dióval, egy dióropogóssal. Amikor megtervezted ezt a fagyit, vagy megtervezed általában a fagyikat, akkor mire gondolsz, hogy mi harmonizálna, vagy hogyan keresgél az ember? Inkább kísérletezik, vagy inkább gondolkodik előtte? Igazság szerint nem csak az ember egyedül tervezi magát, mi csapatként dolgozunk. Jönnek föl ötletek, ezt építjük tovább, kísérletezünk. Általában egy 3-4 kísérlet után már kész a fagylalt, mert ugyebár már összerakott dolgok vannak itt nálunk, és mivel saját kezűleg csináljuk, így az ízesítést is saját magunk csináljuk. Semmiféle olyan anyag nincs benne a fagylaltban, ami kívülről jött volna. Éppen azért, mert a helyi környéki alapanyagokból próbálunk dolgozni, ami a lehető legközelebb van, így például a helyi őstermelők hozzák hozzánk a diót, és ebből a dióból készítettem el például magát a ropogóst. Látom, hogy nagyon szereted itt a fagylalt készítést. Miért fontos neked a cukrászatnak ez a része? Miért jó ez? Igazság szerint a cukrászok rég elfelejtették azt, hogy nem csak azért dolgoznak, természetesen a pénz is fontos, de magáért az örömszerzésért dolgozunk mi. Tehát mi fanatikusok vagyunk ebben, kollégáimmal együtt ugyanúgy. Akárki itt lent van a fagylalt műhelyben, mind azért jön le, mert szeret alkotni, szeret örömet okozni másnak.
Tehát én is a tetoválásomban is például benne van egy fagylalt, és hát ugyebár ez is mutatja azt, hogy mennyire fanatikus vagyok az egészben. A Damnicki cukrászda szakemberei a különleges, meghatározó ízvilágon már a szezon elejétől gondolkodnak, és készülnek a különböző hazai és nemzetközi versenyekre. Az ország legnagyobb apiterápiás házát avatták fel Székesfehérvár határában. Az egyedülálló építményben a méhek gyógyító erejét tapasztalhatják meg az érdeklődők. Székesfehérvár határában egy olyan házba látogattunk el, ahol a világ egyik legtermészetesebb hangjával gyógyítanak. Hallják? Ez a mézűmögés. Az ország legnagyobb apiterápiás házat avatták fel Székesfehérvár határában. Az egyedülálló házban a méhek gyógyító erejét tapasztalhatják meg az érdeklődők. 30 éve méhészkedem, de mindig szerettem volna valami mást csinálni a méhekkel, nem csak a méztermelést, és ez, mikor tudomásomra jutott, hogy van ilyen gyógyítási forma, hát akkor beleszerelmesedtem, és mivel székesfehérvári vagyok, ezért fontosnak találtam, hogy itt alapítsam meg ezt a házat, és hát a tavalyi évben sikerült ez, és hát egy éve születésnapját ünnepeljük. Több ezer mézűmögése és a kaptár levegő segíti a gyógyulni vágyókat az apiterápiás házban. A szakemberek szerint a természetes gyógymód segíthet a stressz csökkentésében, a migrén és az allergia enyhítésében, sőt az immunrendszer erősítésében is. Itten a méhecskék a kaptárban mikroszkopikus méretben választanak le darabokat a mézből, a propoliszból, a virágporból, és ezek az apró kis darabok, ezek bekeringenek a háznak a légterében, és a légzőszerven keresztül jutnak be a szervezetbe. Az allergiás tüneteket is úgy gyógyítja, hogy felkészíti a szervezetet azzal, hogy egyszer majd fog találkozni a pollennel. Ezen kívül milyen betegségekre jók még a méhecskék? Légzőszervi problémákra, aszmára, nyálkaártya irritációkra, aztán keringés szervrendszeri problémákra, infarktus utáni rehabilitációra, stroke utáni rehabilitációra. Ezen kívül, ami nagyon érdekes, hogy idegrendszerre is nyugtató hatással van, és a migrénes fejfájást is nagyon jól gyógyítják. Különleges illatokon kívül hallhatjuk azt is, hogy a méhek zümmögnek. Ez miért jó egyébként az embereknek? Ez olyan frekvencián zümmögnek a méhek, ami az emberi szervezetre olyan szempontból olyan frekvenciát sugároznak, ami jótékony hatással van az emberi szervezetre, és teljes mértékig nyugtató, stresszoldó hatása van, és az ember teljesen átszellemül egy ilyen terápia után, teljesen lenyugszik, a stressz szint az teljesen leépül, úgyhogy semmiféle olyan, ami tényleg a hétköznapi életünkben károsít bennünket, azoktól itt sikeresen megszabadul az ember. Hogyan vehetik igénybe a székesfehérváriak ezt a házat, és ennek a háznak a csodáit? Hát előzetes telefonos bejelentkezés alapján megbeszéljük, hogy ki mikorra szeretne jönni, és akkor én ahhoz alkalmazkodom, a hét minden napján nyitva vagyunk, és egy időpont egyeztetés, és utána szívesen látunk mindenkit. Milyen érdekességekkel találkozhatnak még itt a területen az érdeklődők? Hát itt van egy kis méhészeti múzeum alakul ki, ahol különböző kaptárféléket tudunk bemutatni, aztán a méhészeti eszközökkel ismerkedhetnek meg, és hát méhészeti bemutatót tartunk, ami áll abból, hogy a méhek életével megismerkedhetnek, a méhészeti technológiával megismerkedhetnek, esetleg a méhészet történetét is megismerhetik. A rendezvényen részt vett Őstör Anna Mária is. Az egészségügyi és sporttanácsnok szerint a ház jó lehetőség azoknak, akik a természet erejével gyógyulnának.
Egészen új megközelítése ez a gyógyításnak. Vannak, akik jobban hisznek a természeti erőkben, vannak, akik kevésbé, de egy biztos, hogy aki egy órát itt eltölt a méhek között úgy, hogy a telefonját kint hagyja, belélegzi ezeket az egészséges anyagokat, ezt a zúgást hallgatja, és nagy valószínűséggel el is alszik, biztos, hogy sokat tett, más nem a lelki egészsége érdekében. Én nagyon örülök neki, hogy egy ilyen lehetőség van itt Székesfehérvár mellett, ami más országokban már működik, Magyarországon és Székesfehérváron is ez eléggé unikumnak számít. De ott Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a helyre, és maradjon rajta mindenkor. A házat Tornyai Gábor katolikus plébános áldotta meg. Az apiterápiás házban igény szerint ágyakat is elhelyeznek, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy az ümmögés könnyen álomba taszítja a házban tartózkodókat. Ellátogattunk a második szivárványfesztiválra. Ez a rendezvény teret ad a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelésű igényű, valamint az épp gyermekeknek tehetségük bemutatására, az ismerkedésre és a szórakozásra. Most esik, délutánra kisüt a nap, és akkor talán látunk szivárványt is. Pénteken szakadó esőben vette kezdetét a második szivárványfesztivál dínyésen. A gyerekek kedvét nem szegte a rossz idő, bár a menetrend nem a tervek szerint haladt, de senki sem bánta. A rendezvényre az ország minden pontjáról érkeztek gyerekek, hogy megmutassák tehetségüket. Engem el, én tégedet, virágom. Volt, aki népdallal, volt, aki saját mesével érkezett. A dunaújvárosi csapat például egy különleges előadással készült. Tánc közben a jelbeszéd fontosságára hívták fel a figyelmet. Eztől a versenyt azt várjuk, hogy tényleg mindenki lássa az bennünk, hogy ez a jelbeszédes tánc, hogy ezzel mutassuk meg, hogy milyenek vagyunk is valójában. Milyenek vagytok valójában? Mi az, amit el szeretnétek mondani tulajdonképpen a többieknek? Ezzel azt szeretnénk elmondani, hogy milyen egy rendes osztály vagyunk, meg milyen összetartóak, meg összekovácsolódtunk nagyon. Én azt figyeltem meg a gyerekeken, hogy számukra öröm az, hogyha van egy versenyhelyzet, hogyha valahol bizonyítani tudnak. Tehát nem egészen értek egyet azzal, hogy a versenyhelyzeteket mossuk ki, mert hogy ne legyen stressz a gyereknek. Nem, örül neki, ez őt felszabadítja, hogy küzd valamiért, és érdemes volt heteken, hónapokon keresztül gyakorolni, mert megvan. De próbáltuk ezt úgy kialakítani, hogy ne legyen egy, tehát hogy senkinek ne legyen kudarc se ugyanakkor, ugye. És ezért minősítéseket, aranyminősítést, ezüstminősítést, bronzminősítést lehet szerezni. Ezzel azt is megkerüljük, hogy megoldjuk, hogy ne kerüljön hátrányba azért, mert valaki ilyen vagy olyan intézetből érkezik. És így többen is kaphatnak akár a saját tehetségükhöz méltán, akár aranyminősítést. Van egy kis verseny, van egy kis kiemelt eredmény, aminek örülhetnek, de a lehető legkevesebb, legkevésbé azzal, hogy nem sikerült. De valami mindenkinek sikerült, természetesen mindenki részesül valami elismerésben, és remélem, hogy a legjobbak, amiket kapnak, játékokat, könyveket. Ez nekem fontos, hogy szép dolog azok levél, és biztos, hogy lehet rá emlékezni, de mégiscsak gyerekekről van szó, hogyha hazamentek, akkor hadd játszanak még, hadd örüljenek, hogy hú, ezt nyertük, és nagyon sok boldog pillanatunk van belőle. A program ezzel nem ért véget, a verseny után kirándulást terveztek a szervezők, szombaton pedig kötetlen játékos programok várták a gyerekeket. Ez egy kulturális fesztivál, és integrált jellegű. Azt szeretnénk, hogyha évről évre minél több hátrányos helyzetű, tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű és épp normál tantervi iskolában tanuló fiatal találkozna itt, és látnák egymást, hogy milyen tehetségesek, milyen ügyesek, örüljenek egymásnak, értsék meg egymást, és ne csak a színpadon, hanem azt szeretnénk, hogyha ez egy háromnapos rendezvény lenne, ahol tudunk együtt játszani, kenúzni, úszni, íjászni, lovak közelébe leszünk, mert egy nomád táborban tartjuk ott van a szállás, és ott lesznek az egyéb közösségi programok. Tehát amellett, hogy meg tudják csillantani azt, ami bennük van, azokat az értékeket, amellett még barátságok is kötődjenek, és évről évre találkozzanak akár a gyerekek, ezt szeretnénk. Ez most a második szivárványfesztivál.
Miért fontos egyébként, hogy ezek a gyerkőcök találkozzanak egymással? Egyrészt én 13 éve dolgozom egy gyógypedagógiai intézetben, és azt látom, hogy nagyon-nagyon sokat jelent számukra az, hogyha megmutathatják magukat. A saját értéküket, a saját helyüket keresik, és ez egy nagyon fontos pozitív visszajelzés, hogy igen, tapsot kaptam, sikerült, megtanultam, boldogok, büszkék. Ez nyilván a minden gyerekre igaz, de talán különösen a mieinkre, itt a gyógypedagógiai intézetben. És én azt hiszem, hogy egy ilyen viszonylag kötetlenebb keretek között a normál iskolákban és a gyógypedagógiai intézetekben tanulói, ha találkoznak egymással, egészen másképp értik meg, hogy kik is ők és közvetlenül találkoznak. Később, amikor felnőnek, akkor testközelből ismerve egymást természetes az elfogadás. Az egyesület célja is az, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerkőcöket a felzárkózásban. Körülbelül 10 éve dolgozik az egyesület, elsősorban hátrányos helyzetű fiataloknak szervezünk különféle programokat. A téma, a központi téma az a fenntarthatóság, béke természettel és emberekkel egyaránt. Úgy gondoltuk valamikor az induláskor, hogyha ennek az iránynak a mentén neveljük a gyerekeket, akkor talán boldog felnőttként fognak csatlakozni a társadalomba, attól függetlenül, hogy milyen hátrányokkal indulnak. És a Velencei Gyermekotthonban indult az egyesület, de több gyermekotthont vontunk be annak idején a munkánkba, és egy-egy nemzetségként, a törzs nemzetségeként csatlakoztak. Voltak hétvégi kirándulások, nemzetközi táborok, egyszer megtisztítottunk egy szeméttel, egy erdőt a szeméttől, az egy jó nagy munka volt, de hatalmas az eredmény. És szeretnénk egy olyan közösséget építeni a fiatalokkal, ami ezeknek az értékeknek a mentén működik együtt, és sok-sok pozitív élményt szerezni nekik. A szervező arról is beszélt, hogy a következő években tervezik a rendezvény kibővítését, hogy még több gyerkőc vehessen részt a Szivárvány Fesztiválon. Az Európa Klubban nyílt meg az Igaz Gyöngy Alapítvány kiállítása. A tárlaton hátrányos helyzetű gyerekek alkotásait lehet megtekinteni. Gyermekrajzokból nyílt kiállítás az Európa Klubban, az Igaz Gyöngy Alapítvány hátrányos helyzetű fiataljainak alkotásaiból. A kiállítás apropóján jótékonysági programot hirdettek, lecserélésre kerülő, de még jó minőségű taneszközöket gyűjtenek rászoruló tanulóknak a tárlat ideje alatt június 16-áig. A bensőséges hangulatú megnyitón a Toldi Fiatalok műsorában egy olyan világot ismerhettek meg, amely mélységesen emberi, gyermeki jövőképet mutat, és segít abban, hogy megnyíljanak a szívek, és segítő kezekkel érintsük meg a rászoruló közösség gyermekeit. A kiállításon pedig bebizonyosodott, a tehetség mindig, minden körülmények között utat tör magának. Egyszerűen engem elbűvölnek, mert olyan mértékben gazdag, és olyan mértékben, hát világszínvonalú tulajdonképpen, mint hogy a gyerek működése
az mindig egy, akár egy európai, akár egy ázsiai gyerek, akár egy egészen más földrészről való, tulajdonképpen bizonyos szempontból egységes, és ez az, ami utolérhetetlenné teszi ezeket, és elbűvölővé, hogy olyan mértékben magukat adják, és bár látszanak bizonyos befolyások az a munkáikon, de tulajdonképpen nagyon őszinték. És ez megfizethetetlen az az igazság manapság. Kelet-Magyarországon a legnagyobb szegénység közepette Told, Bihar keresztes és Beregböszörmény falvak lakói összefogtak, és megpróbálják megállítani, sőt visszafordítani az elmúlt évek lecsúszási folyamatát. És mint mindig, amikor nagy baj van, a nők járnak az élen. Gyakorlatiasak és szívósak, tudják, hogy csak összefogással, egymás megértésével és segítésével közösen lehet kimászni a mély gödörből. Az alapítvány művészeti iskolájában, Berettyóújfalu térségében 6-tól 22 éves korig nagyrészt hátrányos helyzetű fiatalok alkotnak és táncolnak, mintegy 600-an. A gyermekközpontú kézművészeti műhely nemzetközi szinten is jegyzett, kiemelt szempontjaik az egyéniség és az identitás felvállalása, az önkifejezés. Az a probléma, amiben az alapítvány dolgozik, tehát a generációs szegénység problémája, az egy nagyon összetett dolog. Nyilván megvan az elgondolásunk, hogy milyen lépések mentén lehetne ebből valamilyen módon kiutat találni. A gyerekekre kell fókuszálni, viszont fontos, hogy a szülők generációjával is foglalkozunk, mert a szülők nem kapták meg az oktatástól és a saját családjuktól vagy közösségeiktől sem azt a muníciót, amivel valamiféle más életet tudnának maguknak tervezni. Tehát ez egy nagyon összetett munka, és nagyon nehéz munka is. De nekünk van egy határozott elképzelésünk arról, hogy alapvetően minden gyerek tehetséges, minden gyerekben ott szunnyad valami, amiből ki lehet bontani egy olyan életutat, amiben a siker és az önmegvalósítás kiteljesedhet. Mindegy, hogy egy gyerek hova születik ilyen szempontból, a lehetőség mindegyikben adott, és nekünk pedagógusoknak mindig is az volt a dolgunk, hogy azokat az utakat megtaláljuk, amin ők elindulhatnak. Az igaz, hogy neki is ez a feladata, csak egy picit nehezebb, mert nehezített terepen dolgozunk. A mi útkeresésünknek az első lépése ugyanis az, hogy a hátrányokat feltérképezzük, és olyan hátránykompenzálást végezzünk, hogy egyáltalán a tehetség csírák felfedezhetőek legyenek, és utána elindulhatunk velük. A képzőművészet, a művészeti nevelés, az alkotó tevékenység az nekünk egy eszköz a személyiségfejlesztésben. Ez nagyon fontos kimondanunk, hogy a mi művészeti iskolánk az egy művészettel nevelés, egy személyiségfejlesztés, amiben egy teljesebb élet felé szeretnénk vezetni a gyerekeket, és erre minden gyereknek szüksége van, nem csak azoknak, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, hanem azoknak is, akik az élet szerencsésebb felére születtek. Az Igazgyöngy Alapítvány felhívással fordul a jobb helyzetben élő diákokhoz, szüleikhez és az iskolákhoz, hogy a tanév végén lecserélésre kerülő, de jó minőségű, nem elhasznált taneszközeiket ajánlják fel rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. A felajánlásokat a kiállítás nyitvatartásának idejében június 16-áig várják az Európa Klubban. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!